Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják december 9-én csütörtökön este 7 órától. Nézzük is legfontosabb híreinket egy-egy mondatban röviden. Padfűtés a sátoraljaújhelyi görögkatolikus templomban. Adománygyűjtés a Petőfirefiben. Diák véradó nap az újhelyi Kossuth Lajos gimnáziumban. A sátoraljaújhelyi görögkatolikus templom fűtőtestei nem tudják befűteni az egész légteret, ezért hideg van a templomban telente, így a hívek régi vágya a padfűtés. A rendszer most áll kiépítés alatt, így a jövőben koncentráltan ott termelnek meleget, ahol szükség van rá, így nem csak a komfort érzet nő, hanem a hőveszteség is sokkal kevesebb lesz. A görögkatolikus hívek régi vágya a padfűtés a sátoraljaújhelyi görögkatolikus templomban, hiszen a kis fűtőtestek nem elegendőek a templom belső kifűtéséhez. Az előzetes munkálatok már évekkel ezelőtt megtörténtek, az új rendszer beszerelésére pedig most kerül sor. A közösségben, amikor én ide érkeztem, többen megkerestek, hogy régi igényük is, ennek az előkészítése korábban is megtörtént már, hogy a padokban egy kicsit komfortosabb legyen az ülés így hidegebb időben, ezért padfűtés beszerelése történik. Részben az elmúlt években ennek az elektromos szerelése előkészítése megtörtént, és most az ülőfelületek meg az ahhoz kapcsolódó szerelés készül el. Nyilván eleve a padfűtés szó az egy furcsa dolog, mert a fűtésről már egészen más gondunk a 21. században. Nem egy komfortemelés van, hanem egy kicsit segíteni a mai körülményekhez igazítani a padban ülést, hogy egy kicsit kényelmesebb legyen és a figyelmünk ne a vacogásra koncentráljon, hanem sokkal inkább arra, amit a közösen tudunk tenni a templomban, a közös imádságra, az Isten dicséretére. Kossuth István sárospataki mester közel 50 éve ismerkedett meg a fűtőkábeles fűtés technikájával, melyet templomban először sárospatokon alkalmazott 1988-ban, azóta pedig már több száz templomba beszerelt a környéken. Ez a padra kerülő fűtés, vagy fűtőkábel, vagy fűtőfilmmel biztonságos egy ilyen tűzvédelmi engedéllyel van ellátva, amit a Magyar Elektrotechnikai Intézetnél be van vizsgáltatva, és az megfelelő, tehát így biztonságos. Kellő meleget lehet vele előállítani, nem egyszerű lenne, hogy az egész templomnak a levegőjét befűteni, ezért csináljuk ezt, hogy a ülőkére elsősorban, de van, ahol itt a közelben is, ahol a háttámlát is megfűtjük, meg a térdeplőt, vagy lábtartót, és azzal úgy egy kellemes hőérzetet tudunk előállítani. A cél az, hogy oda vigyük a meleget, ahova kell, annyit állítsunk elő, amennyi kell, ne többet, és a veszteséget próbáljuk csökkenteni, és akkor így gyakorlatilag elég kis teljesítménnyel meg tudjuk fűteni a padokat. A mester szerint karácsonyra már mindenképpen üzemelni fog az új padfűtés. November hónapban összesen 14 balesetnél intézkedtek a sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság munkatársai. Legtöbb esetben az útviszonyok nem megfelelő felmérése okozta a balesetet. Az átlag napi hőmérséklet sokszor napközben is 0 fok alatt van, ezáltal esetenként csúszósá válhatnak az utak. Az esti órák is több veszélyt rejthetnek. A sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság felhívja mindenki figyelmét, hogy közlekedjenek óvatosan, a téli időjárási viszonyoknak megfelelően. Csúszós kátyús utak, nagy mennyiségű hirtelen lezúduló csapadék. A téli időjárás sok veszélyt rejt az autóval közlekedők számára. A rossz látási viszonyok mellett a kátyúk, a rosszul felmért távolságok is gondot okozhatnak. A sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság munkatársai november hónapban összesen 14 esetben vonultak baleseti helyszínre. November hónapban összesen 14 közlekedési balesetben intézkedtünk, ebből egy személyisérüléssel, járó súlyos sérüléses, gyalogos elütés történt a temető előtti kijelölt gyalogos átkelőhelyen, 3 kátyús balesetünk volt, 1 vad elütésünk, illetve több kisebb súlyú anyagi káros baleset, ahol szabálytalan tolatás, elalvás, fáradtság miatt következett be pályáhagyás, illetve követési távolságban nem tartása miatt következtek be a balesetek. Ezekben az esetekben a
jobb, nagyobb odafigyelés megelőzte volna a baleseteket. Ügyelnünk kell arra, hogy a korlátozott látási viszonyok esetében, amikor korán sötétedik, esetleg köd van, vagy esik az eső, még fokozottabban kell figyelnünk egy-egy tolatásnál, egy-egy irányváltoztatásnál, mert később veszük észre a forgalomban résztvevő többi járművet. Sok esetben a körültekintés megelőzhette volna a baleseteket, a megfelelő sebesség megválasztása mellett az útviszonyok felmérésével elkerülhetővé válnak az anyagi kárral járó ütközések is. A gépjárművezetőknek arra kell odafigyelni, hogy a megengedett legnagyobb sebesség, mint a nevéből is hallható, nem kötelező sebesség abban az esetben, hogyha az útviszonyok nem teszik lehetővé, illetve a látási viszonyok, hogy a megengedett sebességet használjuk, akkor csökkentenünk kell a sebességet, különös tekintettel olyan esetekben, amikor várható bármilyen más veszély, esetleg kijelölt gyalogos átkelő helyhez történő közeledéskor, számítanunk kell arra, hogy arra bármikor gyalogos léphet. A sátoraljóújhelyi rendőrkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a téli időjárási viszonyoknak megfelelően legyen felszerelve az autó. A napi első indulás alkalmával a gépkocsi vezetők ellenőrizik le az autó műszaki állapotát, a kerékgumi alkalmasságát az útviszonyokra. A református szeretetszolgálat adománygyűjtési akciójához csatlakozott a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola. A diákok tartós élelmiszereket gyűjtöttek a rászoruló családok részére. Mészáros Csaba, az oktatási intézmény igazgatója elmondta, az iskola minden éven becsatlakozik egy-egy szervezet adománygyűjtési programjába, így a diákok is megismerkedhetnek a téma fontosságával. Liszt, olaj, cukor és egyéb sokáig elálló tartós élelmiszerek. A sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola idén a Református Szeretetszolgálat adománygyűjtési akciójához csatlakozott. A diákok tartós élelmiszereket vihettek az iskolába, melyeket később nehéz helyzetben élő családok kapnak meg. Hagyomány, hogy az intézmény minden tanítási évben csatlakozik egy gyűjtési programhoz, mondta el az igazgató. Nálunk ennek régi hagyománya van a jótékonykodásnak, ugyanis az tudott dolog, hogy így advent időszakában az emberek egy kicsit szociálisan, úgymondom, érzékenyé válnak a rászorultak iránt, és mi ebből egy hagyományt teremtettünk már évekkel ezelőtt, hogy ilyen adventi időszakban, egy november, december, illetve karácsony közötti időszakban jótékonysági rendezvényeket szoktunk tartani, vagy jótékonysági gyűjtési akciókat szervezünk. Most ilyen akció volt ez a Református Szeretetszolgálathoz, szolgálatnak az akciójához való csatlakozás. Ez a szeretetdoboz akcióhoz csatlakoztunk, aminek az volt a lényege, hogy tartós élelmiszereket gyűjtöttek az iskolánk tanulói olyan gyerekek számára, akik rászorultak, olyan családoknak, akik hátrányos helyzetűek, és ezáltal is a karácsonyunkat szeretnénk egy picit meghittebbé tenni. Az iskola vezetősége fontosnak tartja, hogy a gyerekek megismerjék az adományozás intézményét. Mint ahogy a Bibliából is ez meg van írva, hogy ha van feleslegetek, akkor adjatok belőle, tehát mi is ezt az útvonalat követjük. Tehát nagyon fontos az, hogy felvilágosítjuk a gyermekeinket arról, hogy vannak olyan családok, akik tényleg nagyon nehéz helyzetben, rossz körülmények között élnek, és nem biztos, hogy minden olyan tanuló, aki tehát nem él megfelelő normális körülmények között, hogy megengedheti magának azt, hogy egy meghitt karácsony tudjon varázsolni magának. Éppen ezért a tanítványainkat erre a szociális érzékenységre egy kicsit így ösztönözzük őket. Mészáros Csaba hozzátette, hogy a karácsonyi időszakra egy hangversennyel készül az intézmény. Ennek bevételét az iskola eszközfejlesztésére, illetve a diákok nyelvvizsga költségeinek finanszírozására szánják. A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, szakképzőiskola és gimnázium és a Magyar Vöröskereszt Zempléni területi szervezete diákvéradó napot tartott az iskolában. A zempléni diákvér eseményen a már 18. életévüket betöltött tanulók, szüleik, hozzátartozóik, valamint az iskola oktatói vehettek részt. December 7-én közös véradó napot tartott a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, szakképzőiskola és gimnázium, valamint a Magyar Vöröskereszt Zemplén területi szervezete az oktatási intézményben. A Zemplén diákvér elnevezésű eseményen részt vehetett minden olyan tanuló, aki már betöltötte a 18. életévét, a szüleik, valamint az ott oktató tanárok. A diákok nagy víradóbázist jelentenek, hiszen már csatlakozhatnak a Vöröskereszt víradó mozgalmához. Az éven ez volt az utolsó iskolai víradás. Jövőre fogjuk megszólítani a 18. életévüket betöltött fiatalokat,
ősszel és tavasszal. Reméljük, hogy a koronavírus járvány megengedi, hiszen az éven is, tavaly is több diákviradásunkat el kellett halasztani, hiszen online tanultak a fiatalok. Ez bizony nagy kiesés jelentett a vérellátás szempontjából. A víradás 4 szakaszra bontható. Először van egy regisztráció, ahol az adatokat kérik, majd egy regisztrációs lap kitöltése után következik a laborvizsgálat. Ennek során az első víradóknál vércsoportot határoznak meg, és a hemoglobin szintet. Kinek alacsony a hemoglobin szintje, ez egy átmeneti kiszűrés jelent, tehát legközelebb 3 hónap múlva jelentkezhet a víradásainkra. Hiszen a hemoglobin szint megfelelő táplálkozással, illetve vaskészítménnyel rendbe hozható. Mivel a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem lehet előállítani, így önzetlen segítségre van szükség. Naponta 2000 víradásnak kell teljesülnie ahhoz, hogy hazánknak a vérbiztonsága biztosítva legyen, tette hozzá a kistérségi víradás szervező. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatot hirdetett óvodásoknak és iskolásoknak különböző korcsoportokban, melyre összesen 3500 pályamű érkezett. A Szent Margit Katolikus Általános Iskola is jól szerepelt, egy első és egy második helyezést hoztak el. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatot hirdetett óvodások és iskolások számára. A pályázók 6-tól 10 éves, 11-től 14 éves, valamint 15-től 18 éves korcsoportban küldhettek be alkotásokat. A pályázatokat első körben területi szinten bírálták el. Az első helyezettek az országos versenyen is részt vehettek. A 3500 pályázatból az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola 2 tanulója is eredményesen szerepelt irodalmi témakörben. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság pályázatára jelentkeztünk. Az alkotói pályázat lényege volt, hogy még inkább felhívja a tanulók figyelmét a tűzvédelem fontosságára, a tűzoltók munkájára. Az osztályomból 2 kislány jelentkezett, Semirani Dária és Fehér Zonga Szofi. Ők voltak azok, akik mindig is nagyon lelkesek voltak és örömmel készültek ezekre a pályázatokra. A 6-tól 10 éves korcsoport irodalmi kategória megyei első helyen végzett Fehér Zonga Szofi. Fehér Zonga, János Gazda és a Pipa. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy János nevű gazda. Ez a gazda a lovakra vigyázott. Mivel etetni is kellett a lovakat, ezért sok színe volt. Így János gazdának le kellett mondani az egyik kedvenc szenvedélyéről, a pipázásra. Nagyon szomorú volt, de nagyon szerette a munkáját, ezért nem mondott fel. Egyszer azt hallotta az egyik ott dolgozó embertől, Gáspártól. Szegény gazda, nem tud pipázni, én a helyébe elmennék a lovarda mögé, és ott pipáznék. Oda is ment János gazda Gáspárhoz. Ezt meg is teszem, de el ne mond senkinek. Hívta fel a figyelmét János gazda. Hátra is ment a lovarda mögé, és el is kezdett pipázni. János gazda nem látta, de egy-két szikra kirepült a pipából. Rá is esett arra az egy szál szénaszára. Nagyjá eszem magam, mondta a szikra, s azzal a lendülettel ráugrott a szénakazarra, ami a lovarda mellett volt. Mikor ezt meglátta, János gazda hívta a tűzoltókat, s ordított a telefonjába, hogy segítség! S a tűzoltók szirénázva a lovardához siettek. Mikor eloltották a tüzet, megkérdezték, hogy hogyan lett tűz. János gazda szégyenkezve mesélte el, hogy mi történt. El is vették tőle a pipát, s egy ideig nem is kapta vissza. A 6-tól 10 éves korcsoport irodalmi kategóriában megyei második helyen végzett Semirani Dária. Semirani Dária, katasztrófa a táborban. Egy szép nyári reggelen Kata a családjával kirándulni indult az erdőbe. A hosszú kirándulás után elfogyasztott vacsora úgy elálmosította őket, hogy a tábortűzről megfeledkezve mind a sátrukba vonultak. Mire felébredtek, a tűz terjedni kezdett. Próbálták eloltani, de már túl nagy területen égett, ezért felhívták a tűzoltókat. A megmentők hamar megérkeztek, és pár percen belül el is oltották a tüzet.
Így a táborozók megmenekültek az igazi katasztrófától. A tanulók az okleveleket és az ajándékokat a megyei helyezésekért a Borsodabaui Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság nevében Ignéci Zsolt tűzoltó alezredes, a Sátorraja-Újhelyi tűzoltó parancsnokság parancsnoka adta át. Fehér Zonga Szofia alkotása bekerült az országos döntőbe is. Online eredményhirdetés közben tudta meg, hogy országos harmadik helyezett lett. Hírműsorunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer egy-egy mondatban röviden. Padfűtés a Sátoraljaújhelyi görög katolikus templomban. Adománygyűjtés a Petőfi Refiben. Diák véradó nap az Újhelyi Kossuth Lajos gimnáziumban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap a megszokott időben ismét jövünk a legfrissebb hírekkel, viszontlátásra!